milyen volt a milyen hangulat az öltözőben? Milyen volt a hangulat? Jó volt a hangulat, most már vége van, mindenki megy haza. Kibújszunk egy kicsit. Valaki ezt mondja neked a Vodovág előtt, hogy kettős győzelemmel kijutunk, akkor ezt elhitted volna? Igazából én végighittem abban, hogy mi ezt a két mérkőzés meg tudjuk nyerni. Az elejétől kezdve éreztem a csapaton, hogy ez meg lehet. Norvégokon nem éreztem azt, hogy veszélyesek lennének, és hogy tudnának esetleg olyan extrát húzni, amire mi nem készültünk volna fel. És ez látszott is végig, hogy stabilak voltunk szerintem. Volt pár helyzetük, Gabinak kellett pár védést hoznia, de mi is veszélyesek voltunk. Jobb érzés így, mint hogyha mondjuk a törökök nem rúgják be azt a szabad rúgást? Hát köszönjük a törököknek, hogy ezt belőtt el tudjuk. És most mentek haza a rúgat, tényleg? Nem hiszem. Még nem éltél, amikor legutoljára világeseményen volt a magyar válogatott. Milyen érzés? Nem tudom még felfogni ezt igazából. A jó érzés kimondani, hogy ott vagyunk az Európa-bajnokságon, de még kell pár nap, hogy ezt igazából felfogja az ember. Az elmúlt egy évedet egy szóval hogy tudnád értékelni? Mondom, hogy kell egy, le kell ülnöm, és akkor ezt át kell gondolom, mert nagyon jól sikerült ez az éve, nagyon boldog vagyok, szeretném, hogy ez a formám mindig tovább tartson majd a következő szezonokban is, úgyhogy nem szabad megállnom azon.